Az atlétikai világbajnoksággal folytatjuk adásunkat, ez itt a Világnézet, én Tamás Csilla vagyok, és itt van már velünk telefonon Pajor István sportújságíró, akit köszöntök szeretettel. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon-nagyon reménykedem abban, hogy sok olyan hallgatónk van, akit a sport érdekel, és azon belül esetleg az atlétika, mert szokás mondani, hogy az atlétika a sportok királynője, nem alaptalanul, mert az atlétika valamelyest megvalósítja azt a mozgáskultúrát, amiben él az ember a Földön. Tehát vannak futószámok, rövid, közép, hosszú távú futószámok, vannak ügyességi számok, dobások, ugrások. De gyakorlatilag, amit az ember gyerekkorától csinál a Földön, azt mind megvalósítja az atlétika. Ezért ez ilyen klasszikus szokták volt mondani, sport. Hogy az atlétika a sportok királynője. A király egyébként a futball? Vagy mi a, ki a király? Vagy melyik a király? Igen. A futball? Hát nevezzük annak, hogy a labdajátékok. Ugye 200 országból 2000 sportoló érkezett, illetve érkezik hazánkba. 2187, bocsánat a javítás. Aha, tehát akkor több mint 2000 ez egyben sportoló. Azt jelentette, hogy a legnépesebb küldöttség ezen a világbajnokságon van. Tényleg? Ó, igen. Ezt én nem is tudtam. Nem volt még ennyi országból atléta a világbajnokságon, és ez önmagában már ez egy büszkeség. Igen, igen. Ugye 19-én kezdődött, 27-éig tart, igen. Helyszíne a Nemzeti Atlétikai Központ, ami már komoly fanyalgást váltott ki, illetve egyik oldalon fanyalgás, másik oldalon büszkeség. Te melyik táborhoz tartozol? Hát most nem akarnak bántani a kérdéssel, mert ez teljesen magától értetődő, de én inkább egy más megközelítésből fordulnék az Nemzetközi Atlétikai Központ fele. Ugye ott van az Operaház, utána ott van a Művészek Palotája, és ebben a sorban tökéletesen illeszkedik a sportkultúrának a háza. Tehát az, hogy a Nemzeti Atlétikai Központot megépítették, ez tulajdonképpen a főváros kultúrájának a gazdagítása. Tehát itt én nem tudom, hogy ki tud ezen fanyalogni. Nyilván rosszindulatú emberek mindig voltak a Földön, meg vannak a Földön, de itt nem csak kizárólag arról van szó, hogy most itt megrendeznek egy versenyt, és akkor az ott fog penészedni. Erről szó sincsen. Elbontják a felső lelátót, és akkor utána ott egy futókört alakítanak ki, olyan panorámával, ami a világon nem látható többet. Tehát arról nem beszélve, hogy ez egy, nyugodtan állíthatom, hogy egy művészeti remekmű ez a stadion, és nem ez az első a tervezőtől, ő építette a Duna Arénát is, és aki eddig ezt látta, ezt a stadiont, mindenki, hát finoman fogalmazva is egyik ámulatból a másikba esik. Nyilván át van politizálva ez az egész történet, mint maga a világbajnokság megrendezése is. Te, mikor először meghallottad, hogy Magyarország rendezi az idei VB-t, mit éreztél, mit gondoltál? Én szubjektív és elfogult ember vagyok. Tudom, tehát azért kérdezem, mert te egy igazi sportember vagy, tehát teljesen mindegy, igen, hogy baloldali vagy azért, jobboldali. Azért mondom, hogy én mindenképpen azok közé tartozom, aki elfogult a sport irányában, ugyanis Magyarországon az túlsúlyosok és a betegségek, különböző tumor és egyéb vonatkozási betegségek aránya átlag felett van, és ezt a sport az, ami igazán meg tudja előzni. Tehát, hogyha az emberek kizárólag csak az étkezéssel foglalkoznak, és azzal, hogy tudják magukat túlsúlyosra hízlalni, annak az ellenszere egyértelműen a mozgás. És én azt gondolom, hogy egy ilyen stadionnal és egy ilyen világversennyel, ami Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, hozzá kell tenni, hogy évenként 20-30 világeseményt rendez Magyarország, tehát itt nem arról van szó, hogy mi nem szoktunk sporteseményeket rendezni, és akkor egyszer rendezünk egy nagyot, hanem sok-sok nagy világversenyt rendezünk, és ennek ellenére elmondhatjuk azt, hogy ez Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, és a világon ebben az évben a magyar
Magyarországon a fővárosban megrendezett atlétikai világbajnokság a legnagyobb esemény a Földön. Tehát, igen, tehát itt a világ szeme most. Mert ez ennek csak örülni szabad, és örülni lehet. Igen. És bocsánat, még azt gyorsan elmondom, hogy ide beékelve, hogy több mint 100 országból vannak szurkolók, nézők, és teremtenek olyan hangulatot, amit egy olyan ember, aki nem járt ilyen helyen, el sem tud képzelni. Igen, igen, tehát a látogatók is nagyon fontosak, és egyébként gazdasági szempontból is. Tehát ugye általában a pénz miatt fanyalognak az emberek, hogy a válság idején ekkora a költekezést bevállal az ország, de azért itt... Bocsássak, hogy közlek, azt tudom erre válaszként mondani, hogy lehet befektetni, és lehet nyerességet termelni. Most Magyarország ebben az esetben befektetett, és egy jelentős nyerességet hozott. Tehát azok, akik ezen fanyalogtak, azok nem ismerik a számokat. Tehát az, hogy 100 országból több tízezer ember ide látogat, és elhozza az ő valutáját, és itt költi el, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor ez az egész lezáródik, akkor ez jelentős profitot termelt az ország az atlétikai világbajnoksággal. De hangsúlyozom, hogy ez csak a gazdasági megközelítése. De az erkölcsi megközelítése az ennek többszöröse. Tehát az azt jelenti, hogy 100 országból ide jönnek emberek, és viszik a hírünket. És kapnak egy benyomást rólunk. Hogy látnak egy várost, amit el se tudnak képzelni, hogy milyen a Duna mentén, és ezt elviszik, és elmondják. Te figyelj ide, hát Közép-Európa, Kelet-Európában van egy ország, ahol olyan város van, amit el se tudsz képzelni. Ez az egyik. A másik, hogy több mint 200 országban közvetítik a versenyeket. És azok látják azt, hogy milyen környezetben zajlik ez a világbajnokság. Igen, és ugye szerencsés egybeesés, hogy ugye augusztus 20-a meg a nagy államünnep, amikor egy igen. Nagyon csodálatos tűzi játék is van, amire szintén szoktak fanyalogni, de hagyjuk is a fanyalgókat. Igen. Mi a véleményed a magyar csapatról, és akkor térjünk egy kicsit jobban a sportra. Hát mindenek előtt, mielőtt még a magyar csapatról szót ejtenék, tudni kell, hogy miután az atlétika sport a királynője, ez azt jelenti egyben, hogy nagyon sok a 200 országból érkeznek ide, több mint 200 országból érkeztek ide versenyzők. Na most ezen belül vannak olyan versenyzők, akik indulnak, vagy indultak még, és természetesen vannak kiemelkedő tudású versenyzők, akik tulajdonképpen azt mutatják meg a nézők számára, hogy mitől a sport a királynője az atlétika. Tehát amikor akár a Rudugro Duplantiszt, vagy a Maria Fécsert említem, a rövidtávfutót, aki 36 éves, 52 kiló és 152 magas, és tegnap például csodálatos futással nyerte meg az ő előfutamát, és került a középdöntőbe. Tehát itt olyan atléták szerepelnek, akiknek a mozgása és az eredménye hihetetlen búzdító hatású. Tehát akkor, amikor az ember elmegy egy amatőr futni, és egyszer csak azt látja, amit például én megtapasztaltam, hogy a női 10 méteres sífutásban volt egy hölgy, aki lemaradt a közép és a vezető bolytól lemaradt, és a vezető boly beérkezett, és ezt követően a hölgynek még volt két köre. Tehát ennyivel lemaradt a többiektől. Hát azt hallani kellett volna, hogy a sok tízezer... Hogy szurkolt neki? Hogy búzdította ezt a hölgyet, aki két körrel volt lemaradva a legjobbaktól. De, és nem csak ezt búzdítják, hanem vegyük a legfrissebb dolgot, az, hogy tegnap a Halász Bence bronzérmes lett, és megszerezte a magyar atlétikának ebben az atlétikai világbajnokságban is ebben a hihetetlen kemény küzdelmek között egy bronzérmet. Hát az a hangorkán az semmihez nem hasonlítható. Tehát ilyet el sem tud képzelni az, aki a tévéképernyőjén próbálja követni az eseményeket, vagy egyáltalán csak úgy fél hallásból. Tehát az, ami ott lezajlik, az egy olyan hangulat, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy valaki megnéz egy fényképet egy szép tájról, vagy oda megy a tájra, igen, és azt nézi meg.
Tehát ez egy elég jelentős különbség, azt nem Abszolút, érzékeny. abszolút, és azt gondolom, hogy itt meg ráadásul még van egy plusz, mert ugye itt emberek gyűlnek össze, ott van egy olyan energia, Igen. ami meg még egy tájban még talán nem is Igen. feltétlen Pont ezt nyilvánul meg. szerettem volna még éppen most kiemelni, hogy van az az energia, amivel fölkészül a sportoló, és ehhez a nézők a hangorkányukkal, a buzdításukkal egy plusz energiát szolgáltatnak, amit azt is mondhatnám, hogy kumulálódik, vagy összegződik a Igen. versenyzőben. Igen, tehát a Hát magyar nekem ott versenyzők. voltam, egy interjút készítettem a Halász Bencével, és ő is azt mondta, hogy számára az a buzdítás, amiben ő részesült, az neki az örök életében megmarad. És még azt a kalapácsot is még tovább lendítette szerintem, mint egyébként röpült Hát volna. Tovább fújtuk onnan a Igen, igen, nézőtérre. igen. Na akkor a Krizsán Kszéniáról is még egy pár szót Hát a beszélünk. Krizsán Szénia is bömbölve a Nemes Ritával együtt mezitláb a verseny befejezésekor egymást ölelgetve, tehát az az örömmámor, az szintén meglehetősen nehéz jelzős szerkezetekkel ellátni, amit ők éreztek, és amit ők viszonoztak a nézők fele. Tehát ezek olyan ezek ilyen érzelmi kölcsönhatások. lázások, hogy én nekem például az egyik gondolatom az volt, ugye, hogy a mai világban hogy mennyi rossz ember van. Most ott kint a stadionban ezek nem kerültek oda, itt csak jó emberek ültek, Hát akik igen. búzították, és ők meg a boldogságukkal, az örömérzésükkel viszonozták azt, amit kaptak. És hát ebben nyilvánult meg, hogy messze a képességei felett tudott teljesíteni. Igen. A Krizsán Szénia az első nap után a 12. helyről lett negyedik. És látni Felrepült a kellett negyedikre. volna, hogy az utolsó célegyenesben, amiként leelőzte azt a hölgyet, aki által a negyedik helyre tudott kerülni. Igen. No, és akkor mit várhatunk ennek fényében a magyar csapattól a következő napokban? Hát azt nem szabad elfelejteni, hogy még soha a sportág történetében 63 magyar induló nem volt. Ebből a 63-ból 32-en voltak, akik az eredményükkel szolgáltak arra rá, hogy indulók lehettek. És 31-en voltak, akik a rendező ország jogán egy-egy indulóként lehettek részesei az atlétikai világbajnokságnak. Ugye említettem a Krizsán Szénia és a Halász Bence tegnapi szereplése alapján, hogy gyakorlatilag már maximálisan teljesítettük azokat az elvárásokat, amit a magyar sportvezetés és a magyar közönség és a magyar nép elvárt az atlétikától. Most ezen kívül még tegnap született még két szenzációs eredmény. A rövid távfutó sprinterként bekerült az elődöntőbe, és a Molnár Attila, aki 400 méteren, ami szintén egy nagyon-nagyon kiválóságukkal zsúfolt szám, bekerült a szintén a középdöntőbe. És ezek olyan eredmények, amikre a magyarok nagyon büszkék lehetnek. Tehát körülbelül ez az a kör, amire még számítottunk, és a hátralévő időben a magyar sportvezetés igazából azt szeretné, hogy ne kell szégyenkeznünk, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy ha egy magyar induló részt vesz valamelyik versenyszámban, nem kerül tovább, tehát kiesik, akkor is próbálja elérni a jelenlegi egyéni csúcsához közeli eredményt. Én azt gondolom, hogy mi magyarok büszkék lehetünk, mert ebben a sportágban nyugodtan mondhatom, hogy a Földön a legnagyobb a rivalizálás. Tehát kevés olyan sportág van, néhány labdajátékon, vagy a labdarúgáson kívül, ami 200 fölötti országból tud oda irányítani versenyzőket. Tehát ez mutatja azt, hogy mennyire népszerű ez a sportág. És ebben a népszerű sportágban kell helytállni,
ennek a kis nemzetnek, akinek a merítési lehetősége nyilvánvalóan Jóval kisebb, mint mondjuk egy... kevesebb, mint egy több százmilliós Igen. országnak. Igen. Most összességében, tehát nem csak a sportolóinkat nézve, hanem Igen. a világ összes sportolóját nézve, mely napok ígérkeznek nagyon izgalmasnak esetleg, ha még tudunk Hát motiválni hallgatókat, van melyik még napra menjenek ki? egy versenyzőnk, a Kozák Luca, aki 100 méter gátfutásban esélyes arra, hogy az előfutamból bekerüljön a középdöntőbe, és nagyon-nagyon szurkolunk annak, hogy Lucának sikerüljön a magyar csúcshoz közeli eredményt futni, az alapot szolgáltathat arra, hogy döntős legyen. Most, ha a Kozák Luca bekerül a döntőbe, Akkor arra érdemes kimenni. Egy ilyen futószámban, az nyugodtan mondhatjuk, hogy egy messze-messze kiváló eredmény. Te mindegyik napon kint vagy? Igen. Nekem ez egy személyes élmény, hogy sikerült, nem most hagyd ne mondjam el, hogy miként, de sikerült akkreditációhoz jutnom. Ha Magyarországon 30 olyan ember van, akinek van akkreditációja médiából, én azok közé sorolhatom magam, És te ki akik is használod a... hozzájutottak az akkreditációhoz, ezért mindenképpen élek minden pillanatával annak, hogy ennek a fantasztikus varázsnak, ami a Nemzeti Atlétikai Központban éri az ott levőt, hogy ennek részese lehessek. A megnyitóról nem kérdeztelek, az hogy tetszett neked? Még egyszer? A megnyitóról, nem az elején. A megnyitó az egy külön fejezet. Számomra is, és gondolom sokak számára is. Az egy külön fejezet, mert általában ilyen olimpiákon, meg nagy eseményeken szokott lenni megnyitó, és az, hogy mi csináltunk egy ilyen megnyitót, ez külön emeli ennek az egész rendezvénynek az értékét. Egyfelől azért, mert mértéktartóak voltunk. Tehát nem egy ilyen grandiózus órákon keresztül tartó hivalkodás volt, hanem egy nagyon visszafogott, de ugyanakkor mégis a nemzeti sajátosságainkat bemutató. És én külön szeretném kiemelni Novák Katalin köztársasági elnök asszonynak a nyitó beszédét, meg a megnyitását. Hát összesen két beszéd volt, mind a kettő nagyon rövid, és nem vette igénybe a nézőknek a türelmét. A Sebastian Kó, aki a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, és a Novák Katalin, aki végül is megnyitotta. Hát ott kezdem, hogy mindenekelőtt ő aktívan sportol, tehát amatőr futó, és ez azért megjelenik a gondolkodásában egyfelől. Másfelől nagyon visszafogottan, rendkívül összeszedetten, és olyan dolgokat mondott el, amire mi magyarok büszkék lehetünk, hogy nekünk van egy ilyen köztársasági elnök asszonyunk, aki nem csak sportol, hanem beszélni is tud. És olyan gondolatokat mondott Illetve talán el, fordítva, mert ugye általában... Ami az ellenségek számára, anyagok számára is, hát bizony elgondolkoztató, hogy hát erről az oldalról van valaki, aki tud így beszélni, és ennyire megható Hiteles. Volt. Hiteles. Számomra megható uh-huh, volt. Uh-huh. És akkor elment három vadászrepülő, és utána jött a Jóhú, aki egy ilyen raszka juhba beöltözött fiatalember lehet, aki rendkívül tehetséges, ügyes, szellemes, és a gyerekek nagyon kedvelik és szeretik. És így egy egységében egy kevesebb, mint fél órás megnyitó abszolút mozgásba hozta azokat az embereket érzelmileg, akik ott ültek a lelátón. Hát remélem, hogy sikerül itt kedvet csinálni a hallgatóknak, és aki nem gondolt arra, hogy esetleg kinéz valamelyik napon, ezt megteszi. Nekem mindenképpen egy kedvet csináltál most, úgyhogy látszik is, hogy izigvéri sportember vagy, mert úgy beszélsz erről, hogy az ember tényleg nehezen tudja megállni, hogy ne látogasson ki legalább egy versenyre. Pajor István sportújságírónak köszönöm ezt a Semmi beszélgetést. Semmi már, bocsánat, semmit nem csináltam. Csak arról beszéltem, amit érzek, és amit gondolok. Hát ez átjön, ez és nagyon ez átjön. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy amit az ember a szemével láthat,
az egy olyan mennyiségű pixel, amit a legjobb kütyű sem tud megvalósítani. Közvetíteni, így van. Köszönjük szépen!